Idén is kiosztottuk veletek közösen az aranymazsi díjat. Igen színes összeállítás lett belőle, mert sok esetben még házon belül sem volt mindenben teljes az egyetértés. Aki a döntésünk mögötti komolyabb eszmefuttatásra kíváncsi, annak ajánljuk az aranymazsi éves kibeszélőt Sasával, most pedig tömören a győztesek. Az év játéka Horizon Zero Dawn, Persona 5, PlayerUnknown's Battlegrounds, Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda Breath of the Wild. A ti szavazatotok alapján Horizon Zero Dawn, a mi véleményünk alapján The Legend of Zelda Breath of the Wild. A Legend of Zelda idén minden tekintetben szembe ment a trendekkel, és a konkurenciához mérten sokkal gyengébb gépen nyújtott olyan játékélményt, amiről már egészen elfelejtettük, hogy valaha még részünk lehet benne. Nem csupán az nyűgözött le minket, mennyit fejlődött a Zelda önmagához képest, hanem hogy végre ismét kaptunk fizikai fejtörőket, amire évek óta alig van példa a AAA piacon. A végletekig átgondolt játékmenetet, olyan környezet és időjárási elemeket, ami hatással van rád, és nem annyi a szerepe, hogy jól néz ki. De a legjobb érzés az volt, hogy a játék bízik annyira a játékosban, hogy nem nyaggatja 10 percenként valamilyen jó tanáccsal arról, hogyan kell helyet mászni, stb., és hogy általában nem fogja a kezét, amíg játszik. Ezzel pedig paradox módon a Nintendo-é volt idén, sőt talán évekre visszamenőleg az egyetlen játék, ami felnőttnek nézte a játékosát, és ezek olyan szempontok, amivel magára maradt a Legend of Zelda a dobogó tetején. A legjobb történetmesélés: Hellblade, Senua's Sacrifice, Horizon, Zero Dawn, Nier Automata, What Remains of Edith Finch, Wolfenstein 2 The New Colossus. A ti szavazatotok alapján Wolfenstein 2 The New Colossus, szerintünk Horizon Zero Dawn. A Horizon Zero Dawn egészen elképesztő sikert vitt véghez, mert ehhez a látszólag se füle se farka settinghez, dinoszaurusz-szerű robotokkal, posztapokaliptikus, prehisztorikus környezethez sikerült egy meglepően érdekfeszítő és az egész világot összefogó, azt kellően megmagyarázó történetet alkotni. Kaptunk ezen kívül még több jó történetet is más játékoktól, de ami a vele szemben támasztott létszet ilyen határozott magabiztossággal ugrotta volna meg, erre idén kizárólag a Horizon volt képes. A legjobb művészeti dizájn: Cuphead, Destiny 2, Horizon Zero Dawn, Persona 5, The Legend of Zelda Breath of the Wild. A ti szavazatotok alapján Cuphead, a mi véleményünk alapján The Legend of Zelda Breath of the Wild. A művészet lehet öncélú, vagy szolgálhat egy összetettebb célt. Kifejezhet, vagy csupán mutathat valamit. Egybeolvadhat tárgyával, vagy elkülönülhet tőle. És idén kevés játékban alkotott olyan egységes képet a művészet és a pálya, sőt a világtervezés, mint a Legend of Zelda-ban. A világ megalkotása okán a Zelda az egész mostani generáció első AAA játéka, ahol megéri figyelni a környezetre, mert annak funkciója túlmutat a díszleti miben léten. Fontos kioldható pluszokról maradhatunk le, ha elmulasztjuk észrevenni a tájidegen elemeket. A Zelda világa tudatos tervezés eredménye, és nem annak szellemi készült, hogy elsősorban nézzen ki jól, és majd utána kitaláljuk, mi a szerepe, hanem éppen fordítva. Ezzel a hozzáállással pedig egyetlen másik indulónk sem tudta idén felvenni a versenyt. A legjobb indie játék: Cuphead, Hellblade, Senua's Sacrifice, Night in the Woods, Pyre, What Remains of Edith Finch. A ti szavazatotok alapján Cuphead, a mi véleményünk alapján What Remains of Edith Finch. Az a fajta paradigmaváltás, ami az indie piac személyiségét képezte, és egyben az ellenpólust is az egyre kiszámíthatóbb AAA piaccal szemben 2017-re látványosan megkopott. Az indie piac a függetlenségéből adódó bátorság zöldellő mezeje helyett az egyre zavarba ejtőbb minőségű játékok olvasztó tégelyévé vált, és sajnos ebből néhány bekerült ebbe az ötös listába is, melynek így egyértelmű égköve volt számunkra a What Remains of Edith Finch. A játék nem vállal sokat játékmenet szintjén, egészen egyszerűen csak elmesél egy érett történetet. Érettebben bármely indulónál, érettebbet bármelyik idén kiadott játéknál. Pehére videójátékként látta meg a napvilágot, pedig irodalom esetén simán lehetne kötelező olvasmány bárki számára a What Remains of Edith Finch. A legjobb akciójáték: Cuphead, Destiny 2, Nioh, Prey, Wolfenstein 2 The New Colossus. A ti szavazatotok alapján Wolfenstein 2 The New Colossus, szerintünk Destiny 2. Sokat elárul a jelenlegi felhozata arról, hogy kínunkban azt a Destiny 2-t szavaztuk meg az év akciójátékának, amit szeptemberben még én is bőven kihagyhatónak találtam. Aztán végül az én szavazatom is mellette landolt, igazából kizárásos alapon. A Bethesda idén két jól hangzó címmel is képviseltette magát, de az egyik egy agyatlan daráló lett, a másik pedig teljesen érdemtelenül lovagolta meg egy 10 évvel korábbi játék nevét.
Meg is bukott végül a piacon mindkettő, szóval nem igazán értem, hogyan kerültek a legjobbak közé. A Nio és a Cuphead eléggé fillernek tűnnek, amik lazán felcserélhetőek lennének a Forerunner, Nier Automata vagy a Ghost Recon Wildlands címekkel. Így jutott a Sherlock a Destiny 2-höz. A játék co-opban tulajdonképpen szórakoztató, megfelelő porciókban adagolva az ember elég jól el tud vele marháskodni, bár semmilyen olyan élménnyel nem fog gazdagodni végül, amivel ugyanaz a co-op társaság bármilyen más társas érintkezési formában ne tudna. Az pedig, hogy ez már elég az év akciójátéka címre, sokat elárul jelöltjeinkről. A legjobb akció kalandjáték: Assassin's Creed Origins, Horizon Zero Dawn, Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda, Breath of the Wild, Uncharted, The Lost Legacy. A ti szavazatotok alapján Assassin's Creed Origins, a mi szavazatunk alapján megosztva The Legend of Zelda, Breath of the Wild és Horizon Zero Dawn. Akciójáték kalandelemekkel. Harcolni az ellenfelekkel, legyűrni az előttünk álló akadályokat, miközben feladatokat hajtunk végre, feladványokat oldunk meg, és igyekszünk megismerni a történetet. Nem elég, hogy mindezeket képes legyen nyújtani a játék, de annak le is kell tudnia kötni a játékost. Az idei Uncharted szenzációs játék volt, de inkább akciójáték, ami határozottan a háttérbe szorította a kalandelemeket. Az AC Origins mostanra hivatalosan is egy tárlatvezető szimulátor lett, amihez éppen csak idegenvezető nem jár. A Super Mario-t pedig hiába igyekeznek beleszuszakolni ebbe a kategóriába, nem sok keresnivalója van itt. A Zelda és a Horizon között azért nem tudtunk dönteni, mert míg a Zeldában a felfedezés élménye dominál, addig a Horizonben az akcióelemek vannak remekül kidolgozva. Viszont mindkét játékra igaz, hogy egyik sem nyomja el maga mögött az akció vagy kalandelemeket, egységesen élvezhetőek, bár más-más téren erősek. És mivel nem szeretnénk zsánereket priorizálni egymáshoz képest, így ezt a díjat most megosztva kapja a Horizon és a Zelda is. A legjobb RPG: Divinity Original Sin 2, Final Fantasy 15, Nier Automata, Persona 5, South Park The Fractured But Whole. A ti szavazatotok alapján South Park The Fractured But Whole, szerintünk Persona 5. Na ez az a kategória, amit úgy osztottunk ki, hogy abszolút lutri. Pontosan tudjátok ti is, hogy nem az RPG műfaj a gyengénk. A különbsége okán talán a Persona 5, amire úgy inkább felkaptuk a fejünket, dacára annak, hogy az új South Parkkal is remekül szórakoztunk, de túlzás lenne azt állítani, hogy az RPG mi volt a okán, sokkal inkább annak ellenére. A legjobb verekedős játék: ARMS, Injustice 2, Marvel vs. Capcom Infinite, Nidhogg 2, Tekken 7. A ti szavazatotok alapján Injustice 2, szerintünk viszont ARMS. A Nintendónak ebben a generációban sikerült újra gondolnia, amit a verekedős játékokról gondoltunk, és nem csupán családbarátabb csomagolást adott neki, de szórakoztatóbbá is tette azt. Különböző képességű öklöket cserélhetünk, egymást dobálhatjuk kosárra, ilyenek. Nem mondanám, hogy ez lett okvetlenül a legjobb, de egyértelműen a legújszerűbb, és ezzel együtt ezzel szórakoztunk idén a legtöbbet, és főleg a legjobban. A legjobb családi játék: Mario Kart 8 Deluxe, Mario & Rabbids Kingdom Battle, Sonic Mania, Splatoon 2, Super Mario Odyssey. A ti szavazatotok alapján Mario Kart 8 Deluxe, szerintünk Mario & Rabbids Kingdom Battle. Mi minősül családi játéknak, amit lehet együtt is játszani a családdal, vagy amire anyu-apu is azt mondja, hogy családbarát eléggé, hogy a gyerek akár magában is játszon vele? A válasz ott van mostani indulóink között, de mivel a Sonic Mania ehhez talán túl gyors, a Mario Kart pedig erősen befogadó függő a folyamatos villódzásával, így leginkább a Mario Odyssey és a Mario & Rabbids között tépelődtünk, és végül az utóbbi mellett döntöttünk. Részint azért, mert a Ubisoft és a Nintendo hatékonyan tudott ötvözni két markáns brandet, másrészt pedig, mert a gyermekdet külső alatt azért egy elég mélyen kidolgozott játékmenet rejlik, ami az idősebb korosztály számára is kihívást jelenthet. A legjobb stratégiai játék: Halo Wars 2, Mario & Rabbids Kingdom Battle, Total War, Warhammer 2, Tooth and Tail, XCOM 2 War of the Chosen. A ti szavazatotok alapján Total War Warhammer 2, szerintünk Mario & Rabbids Kingdom Battle. Sokat elárul az RTS piacról, hogy az egyik indulunk kapásból egy DLC, a War of the Chosen, a másik pedig egy elég zavarba ejtő megvalósítású indie játék, a Tooth and Tail. A Halo Wars 2-re lényegében már a megjelenést követő héten alig emlékeztünk, szóval tényleg kimagaslik a mezőnyből mind a Mario & Rabbids, mind a Total War. A Mario & Rabbids ugyanakkor sokkal újszerűbb stratégiai élmény volt, mint újra visszatérni a Warhammer univerzumba. Hozzáteszem, valaki vállalja már fel végre a Warhammer 40.000-et Total War köntösben. A legjobb multiplayer: Fortnite, Call of Duty World War 2, Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe, Destiny 2, PlayerUnknown's Battlegrounds. A ti szavazatok alapján PlayerUnknown's Battlegrounds,
Szerintünk Destiny 2. Talán a legmegosztóbb mezőny a mostani. Minden induló vagy állandó minőségi görbét képvisel, vagy egy váratlan siker kötődik a nevéhez, vagy csupán egy formabontó koncepció. A PUBG képében még olyan indulónk is van, ami még mindig Early Access státuszban van, tehát hivatalosan még meg sem jelent, és így lett az idei mezőny, sőt az e-sport szcéna egyik legnagyobb meglepetése, és őszintén szólva többen állunk értetlenül a jelenség előtt, maradjunk ennyiben. Nevetséges, de ebből a mezőnyből tényleg még a Destiny 2 emelkedik ki leginkább. Kihívásokkal teli kóp, kalkulálható nehézség, egyértelmű feladatok, és nem mellesleg jól néz ki, mármint a többi indulóhoz képest. A legjobb sport autóversenyjáték, FIFA 18. Forza Motorsport 7, Gran Turismo Sport, Pro Evolution Soccer 2018, Project Cars 2, a ti szavazatotok alapján Forza Motorsport 7, a mi szavazatunk alapján pedig megosztva Forza Motorsport 7 és Gran Turismo Sport. Az idei eresztés legnagyobb vívmánya, hogy visszahelyezte egy ligába a Gran Turismo-t és a Forzát. Bár nem tekinthetőek még így sem egyenlőknek, mert a Turn-ten még mindig körökkel minőségibb játékokat szállít, mint a Polyphony most már két generáció óta, viszont magához képest a Gran Turismo hatalmasat fejlődött, ha nagyobbat, mint az elmúlt közel 10 évben bármikor. Viszont pusztán ezért nem vonnák meg a serleget az egyébkénti legjobbtól, így ezt a díjat most megosztva kapja idén a Forza és a Gran Turismo. A legjobban várt játék God of War, Marvel's Spider-Man, Monster Hunter World, Red Dead Redemption 2, The Last of Us Part 2. A ti szavazatotok alapján The Last of Us Part 2, a mi szavazatunk alapján megosztva The Last of Us Part 2 és Red Dead Redemption 2. Újabb egyezés egy osztott díj kapcsán, de nagyon megnyugtató volt látni, hogy ti is a The Last of Us folytatását várjátok. Érdekes, hogy a listán szereplő 5 címből 4 PlayStation 4 exkluzív, és csupán a Red Dead Redemption 2 az, ami ezen kívül áll. Úgy tűnik a realistább megközelítésű játékok nyerték el mind a ti, mind az OV figyelmét jövőre. Innentől kezdve már csak abban kell bízni, hogy mindkét játék beváltja a hozzáfűzött reményeket, de miért hibázna akár a Rockstar, akár a Naughty Dog. Egyikükre sem jellemző. Ez volt a 2017-es évjátéka szavazás veletek. Akit bővebben érdekel, melyik játék mellett miért döntöttünk, nézze meg a 14. Other Side adást, és 2018-ban is tartsatok velünk. Sziasztok!